2012. július 1-ével kezdte meg működését a Dabas és környéke vízügyi Kft. A cég vezetőjével Ritesz Györgyúrral beszélgettünk a megalakulásról és annak miértjeiről. A víziközmű szolgáltatással 2011 év végén új törvény jelent meg, ez a 2011 év 209-es törvény, ami rendelkezett arról, hogy a jövőben csak nagyobb víziközmű szolgáltatók végezhetik ezt az üzemeltetést. Hogy ennek mi volt a célja? Hát az, hogy a szolgáltatás az, Szabályozottabb legyen, korszerűbb, biztonságosabb, és a víz- és csatorna díjak árkülönbségét is egy cégemből jobban ki lehessen egyenlíteni. Az előbb említett törvénynek mi volt a célja? Hát a törvény egyik célja, hogy a sok kis üzemeltető helyett nagyobb gazdaságosabb szervezetek alakuljanak ki. Ugye úgy gondolták a törvényalkotók, hogy a sok kis üzemeltetőben sok vezető van, a tölet szétaprozódott, sok helyen dolgozunk, sok helyen fogadjuk az ügyfeleket, és ezt lehetne központosabban, átgondoltabban, jobban szervezve, így tulajdonképpen gazdaságosabban lehetne végezni a szolgáltatást. Ez az egyik cél, a másik pedig, hogy a víziközmű szolgáltatásban a díjak elsősorban a termelési költségek alapján alakulnak, tehát ahol magasak a vízkitermelés költségei, ott ugye értelemszerűen magasak a díjak, ahol pedig koncentrált fogyasztók vannak, vagy ipari nagyfogyasztók lehet olcsóbb. Egy nagyobb szervezetemből ezek a díjkülönbségek, költségkülönbségek jobban kiegyenlíthetők. Tehát a jövőben elképzelhető, hogy a központi ármegállapítás során a díjak közelítenek egymáshoz, tehát kiegyenlít, kiegyenlíthetők a díjak egy cégen belül, nincs szükség egy állami kiegyenlítő asszára, hanem ez egy cégemből megoldható. Tehát én úgy gondolom, hogy országosan közelíteni fognak egymáshoz a díjak, és ezek a nagy különbségek biztosan csökkennek. A törvény behozta a szolidaritás elvét. Tulajdonképpen ez ezt jelenti, hogy kicsit el kell téríteni a fogyasztók által fizetendő díjakat a kitermelés és a termelés, az egyéb termelési költségektől, hisz egyetlen lakó sem tehet arról, hogy hol lakik, és a ő településén miért kerül sokba a vízkitermelés vagy a tisztítása. Így tulajdonképpen a lakosság termelés, terhei, közüzemre fordított költségei egyenlíthető ki majd a jövőben. Sikerült-e a lakosokat tájékoztatni az új kialakult helyzetről? Természetesen az első számlával, amit a már nevében bocsátottunk ki, tájékoztató levelet küldünk a fogyasztóknak, illetve az ügyfélszolgálatainkon is napi tájékoztatást kapnak, és készülnek a, a üzemigazgatósági honlapok, készül a cég központi honlapja. Én úgy gondolom, hogy ezen minden tájékoztatást megadunk a lakosságnak. Itt újra az a lényeg, hogy a régi megszokott telefon, telefonokat, faxokat, e-mail címeket használhatják, és mint említettem, ugyanazokon a ügyfélszolgálati irodákon várjuk őket a jövőben is, mint eddig. Hogyan áll a DAKÖV Kft. Hol vannak helyei, hol van a központja? A DAKÖV Kft. tulajdonképpen egy meglévő cég volt, ez Dabas és környéke vízügyi Kft., tehát a központ Dabason volt, és úgy gondoltuk, hogy a nagy cégnek is megmaradhat ez a központja, Davas a működési terület középpontjában van, körülbelül egy Pest megyében hangsúlyos nagyvárosnak mondható, és a cég infrastruktúrája is megfelelő volt ahhoz, hogy egy nagyobb cégnek a központja legyen. Ezen kívül üzemigazgatósági szervezeteket alakítottunk ki, Összesen hat, hat üzemigazgatóságunk van, ebből a miénk a egyik legnagyobb, a Bagi Üzemigazgatóság, és üzemigazgatóság alakult a, a központban, Dabason is, emellett Pilisen, Ráczkevén, Abonyban és Manoron. Hogyan értékeli az eltelt fél évet? Hát ez egy jó és nehéz kérdés. Nagyon nehéz volt a, a új céget így kialakítani, összehozni, önkormányzatokat meggyőzni arról, hogy ez a jó üzemeltetési forma. Ö, jelenleg próbáljuk összehangolni a tevékenységünket. Szerencsére a szolgáltatással semmi problémánk nincsen. Minden szakemberünk helyben végzi a munkáját, mint említettem, ezért a szolgáltatásban nem volt fennakadás. Itt a lényeg, hogy az ügyfélszolgálatokat is úgy összehangoljuk, hogy minden fogyasztónk a már megszokott helyen dolgozhasson, intézhesse az ügyeit a jövőben is. Ezért az üzemigazgatóságok központjában mindenütt van ügyfélszolgálat, és az egyes nagyobb településen is megtartottuk az ügyfélszolgálatot. Ezeknek van nyújtott ügyfélfogadása is, általában ez a hétfői nap. Hogy tapasztalják, hatékonyabban tudnak-e így dolgozni? Hát a hatékonyság majd reméljük, hogy a közeljövőben fog kialakulni biztosan hatékonyabbak leszünk, mert egy-egy nagyobb hiba elhárításnál lehet központosítani az erőket, egyik telephelyről a másikra lehet csoportosítani a dolgozókat, az eszközöket lehet mozgazni, a gépeket, járműveket, anyagokkal, biztonsági készletekkel jobban fel leszünk szerelve, tehát valószínű, hogy a szolgáltatás színvonal javulni fog. A Daköv Kft. Pest megye legnagyobb önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltatója. A cég profiljába tisztán vízi közműszolgáltatások tartoznak, úgy mint vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás. A Bagi Üzemigazgatóság ügyfélfogadási rendje a képernyőn látható.